Észak-Korea a világ egyik legbrutálisabb és legrejtélyesebb országa. Az elmúlt évtizedekben az ország lakosai megtapasztalták az extrém mértékű éhezést és szegénységet, illetve az alapvető emberi jogok sárbatiprását az ország könyörtelen diktátorainak köszönhetően. Észak-Korea biztosan nem egy olyan hely, ahol szívesen élnének az emberek, de az ország polgárainak szinte esélyük sincs elmenekülni. Ennek ellenére 2014 áprilisában Lim ji nak sikerült elmenekülnie a Dél-Koreába, az általa földi pokolnak nevezett országból. Ekkor még nem tudhatta, hogy az igazi rémálom és pokol csak ezután kezdődik. De, hogy megismerjük a teljes történetet, fontos visszatérnünk a kezdetekhez. Lin-ji-huan 1990. áprilisában született, pont az észak-koreai gazdaság mély repülésének idején. Az emberek számunkra felfoghatatlan szegénységben éltek, és az ország többsége éhezett. A körülmények Lim gyermekkorát is megkeserítették, családja gyakran napokig semmit sem tudott tenni. Ám az igazán traumatikus élmények csak később következtek, amikor Lim 17 évesen belépett a hadseregbe. Lényegében azonnal megtapasztalta a katonaság kegyetlenségét, hiszen az észak hadseregben elképesztő mértéket ölt a szexizmus és a nők elleni szexuális zaklatás. A férfi katonákat gyakran dicsérték és jutalmazták, miközben a nők erőfeszítéseit semmibe vették. Sőt, tulajdonképpen csak büntették őket, hiszen a férfiak jutalma az volt, hogy választhattak egy nőt a seregből, akivel eltölthetnek egy éjszakát, és lényegében azt csinálnak vele, amit csak akarnak. Természetesen a nőknek nem volt beleszólásuk abba, hogy mi történik. Aki mégis megpróbált ellenkezni, az brutálisan megverték, extrém esetekben megölték. Lim számára, aki még csak tinédzser volt ekkoriban, Komoly traumatikus hatással voltak a hadseregben eltöltött napok, és egy idő után tudta, hogy nincs más választása. El kell menekülnie. 2014. áprilisában Lim összegyűjtötte minden bátorságát és félretett pénzét, és egy határőr lefizetésével próbált meg Kínába menekülni. Észak-Kurában bevett gyakorlat a korrupt határőrök lefizetése, ha valaki menekülni akar az országból. De persze, ez sem garantálja a sikert. Sokan nem tudnak eleget fizetni a határőröknek, őket elfogják, és az elképzelhető legbrutálisabb munkatáborokba küldik. Szörnyű belegondolni, de ettől egy fokkal szerencsésebb, ha egy gyors és nyilvános kivégzésre ítélik őket. De Limnek szerencséje volt. Sikeresen át tudta lépni a határt, majd egy rövid kínai tartózkodást követően Delkóreába utazott, ahol az ország fővárosában, Szöulban telepedett le. Végre szabadon élhetett, de természetesen nem volt könnyű dolga. Új ország, kapcsolatok és barátok nélkül, teljesen más szociális közeg, minden idegen volt számára. Először pultosként kezdett dolgozni, ami megnyerő és kedves személyiségének köszönhetően elég jól is ment neki, és az újonnan megtapasztalt szabadság új lehetőségeket is tartogatott számára. Végre nyíltan beszélhetett az észak-koreai rezsim kegyetlenségeiről, az extrém szegénységről, ami az országot jellemezte, és az embertelen kínzásokról, anélkül, hogy attól kellett volna tartania, hogy munkatáborba küldik. Emellett Lim végre beszélhetett személyes tapasztalatairól, arról, hogy a hadseregben milyen bántalmazások érték. Lim bátran élt is ezzel a szabadsággal, és megosztotta gondolatait a közösségi felületein, leleplezve a könyörtelen észak diktatúrát. Hirtelen egyre többen kezdték követni. Az embereket érdekelte, hogy milyen az élet észak és idővel egy kisebb internetes híresség lett Szövolban. De, ahogy nőtt az ismertsége, egyre nyilvánvalóbb lett, hogy nem csak lelkes rajongók figyelik, és nem sokkal később egy váratlan botrány is kibontakozott. Több újságcikk is megjelent, ami azt állította, hogy Lim szexmunkásként és pornószínésznőként dolgozott Kínában, mielőtt dél költözött volna. Ezek a hírek megrázták a nagyon konzervatív delkúreai közvéleményt. Továbbrontott a helyzeten, hogy a cikkek elég erős bizonyítékokat mutattak be. Több képet és videót is mellékeltek, amelyeken állítólag Lim látható, bizonyos aktusok közben. Ezek hatására, amilyen gyorsan jött Lim népszerűsége, olyan gyorsan vált valóságos közellenséggé is. Az igazán tragikus helyzet azonban az, hogy ezek közül semmi sem volt igaz, a képek és a videók photoshoppoltak voltak, illetve más, limre hasonlító nőket ábrázoltak. Emiatt felmerül a kérdés, hogy mégis miért tenne valaki ilyet? Annak ellenére, hogy ezek a cikkek leginkább Kínában és Dél-Koreában terjedtek, kiderült, hogy Észak-Korea propaganda gépezete felelős az álhírekért. Azt korábban is tudtuk, hogy mesterien tudják manipulálni az ország közvéleményét, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben más, független országok közvéleményét is sikerült teljesen átverniük. És hogy miért tették mindezt? A válasz egyértelmű. Le kellett járatniuk Limet, hogy teljesen hitetlenítsék azokat a vádakat és állításokat, amiket az észak koreai rezsimmel szemben megfogalmazott. Ez a lejárató hadjárat erősen megtépázta a Lim imidzsét. De idővel rájöttek arra, hogy valószínűleg észak-kóra áll a dolgok hátterében, így ismét növekedni kezdtek Lim követői, ő pedig továbbra is aktívan posztolt az oldalaira. De ekkor már tudta, hogy a kegyetlen állam, amit maga mögött hagyott, figyeli minden lépését. De az álhíreknek pozitív következménye is volt, mert Lim jelentős áttörést tudott elérni, amikor meghívták egy ismert dél-koreai tévéműsorba. Így egy sokkal nagyobb közönség előtt mondhatta el történetét, és a szereplés olyan jól sikerült, hogy egyre több műsorba hívták, és lényegében állandó vendége lett a tévé stúdióknak. Úgy tűnt, hogy Lim élete jó úton haladt. Április 27-én, a 23. születésnapján közzétett egy bejegyzést, amiben ki is emelte, hogy ez élete legboldogabb születésnapja. Követőinek megköszönte a támogatást, és elmondta, hogy ők adnak neki erőt ahhoz, hogy továbbra is bátran kimondja az igazságot. Szóval úgy tűnt, hogy az élete nem is alakulhatna jobban, de ez a boldogság sajnos nem tartott sokáig. Néhány nappal a születésnapját követően Lim teljesen eltűnt. A közösségi média oldalaira nem posztolt, a követői pedig semmit sem tudtak róla. Emiatt többen is aggódtak, így a hatóságok felkeresték Lim lakását, ahol semmi különöset nem tapasztaltak, minden olyan volt, mintha valaki csak elugrott volna a boltba. Lim nem vitte magával az értékeit, a bankkártyáján lévő 20 ezer dollár pedig érintetlen volt. Bárhova is ment, annyi biztos, hogy sietve távozott. Annyira, hogy még ruhákat sem vitt magával. Senki nem hallott róla napokig, amik később hetekbe fordultak, és a különböző elméletek arról, hogy mi történhetett vele, egyre vadabbul terjedtek. Többen úgy gondolták, hogy Limet megtámadhatták, vagy elrabolhatták. Talán valaki olyan, aki hallotta a róla szóló híreket, de nem tudta, hogy elhírek voltak. Mások úgy gondolták, hogy észak rabolhatta el, hiszen az már korábban nyilvánvalóvá vált, hogy figyelték és megpróbálták elhallgattatni. De ez azért elég hihetetlen feltételezésnek tűnt, mivel Szöul egy biztonságos menedéknek számított az észak-kúrái menekültek számára. A diktatúrának nem volt semmi befolyása a térségben, így elég elképzelhetetlen, hogy észrevétlenül képesek legyenek elrabolni valakit. Nem volt egyértelmű válasz a történtekre, de ahogy a hetekből hónapok lettek, Mindenki kezdett a legrosszabbtól tartani. Egészen július 27-ig, amikor az eltűnt híresség újra felbukkant a semmiből. Lim egy tévéműsorban szerepelt, amelyről feltöltöttek egy videót a YouTube-ra, így tudatva a világgal, hogy a fiatal lány biztonságban van, és nincs ok az aggodalomra. Azonban volt egy elég nagy probléma az interjúval. Lim nem abban a műsorban szerepelt, aminek rendszeres vendége volt, de még csak nem is dél készült a felvétel, hanem észak Az interjúban Lim elmondta, hogy úgy döntött, hogy visszatér észak mert elmondása szerint utálta az életét dél Azt is hozzátette, hogy csak becsapták a pénz és az élelem ígéretével, hogy elhagyja szeretett szülőföldjét, észak -Kúrát. az élet valóságos pokol volt, minden nap hiányoltam a hazámat és a családomat, Folytatta gondolatait Lim. A fiatal lány ezt követően azt állította, hogy Delkúrában rávették arra, hogy negatív dolgokat mondjon hazájáról. Az interjú végén pedig arról beszélt, hogy borzalmas bűnt követett el, és nem érdemli meg, hogy éljen. Végül pedig Kim Jong-un bocsánatáért esedezett. Ez egy igazán sokkoló fordulat volt, hiszen Lim boldognak tűnt Koreában. sikeres volt a munkájában, jól keresett, és több ezer követője támogatta. Most pedig visszament volna észak és arról beszél a világnak, hogy milyen szörnyű élete volt délen. Az interjú meglehetősen bizarr volt, hiszen a történet egész egyszerűen nem állt össze. Emellett voltak más gyanús jelek is. Lim követői észrevették, hogy a lány arca meg van duzzadva, a haját rövidre vágták, a szemei pedig úgy néztek ki, mintha éppen sírt volna. Az egykor vidám és élettel teli lány csak árnyéka volt önmagának. A legtöbben elképzelni sem tudták, hogy Lim önként ment volna vissza Észak-Koreába, tekintve, hogy milyen brutális büntetések várnak azokra, akik elmenekülnek az országból. Főleg, hogy Lim nem csak elhagyta az országot, de konkrétan be is mutatta a kegyetlenségeiket, az embertelen körülményeket az egész világnak, így az észak való visszatérése egy valóságos halálos ítéletnek tűnt. Szóval, hogyan hihetnénk el, hogy önként visszament és semmilyen büntetésben nem részesült? Ezen okok miatt lényegében kizárt, hogy Lim a saját akaratából ment volna vissza Észak-Kurába, ami viszont azt jelenti, hogy a diktatúra valahogyan megoldotta, hogy elrabolja és visszavigye az országba. Így viszont felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan sikerült ezt megoldaniuk. Lehetséges, hogy Lim Kínába utazott, hogy segítsen a családjának is elmenekülnie Észak-Kurából, ekközben pedig lebukott, és a határ közelében elfogták. Vagy az is lehetséges, hogy Rimet megfenyegették. Azzal, hogy megkínozzák és kivégzik a családját, amiatt, hogy elhagyta az országot, és annak érdekében, hogy megakadályozza ezt a kegyetlen büntetést, visszatért a földi pokolba. Bármi is történt pontosan, az biztos, hogy Lim valamilyen kényszer hatására tért vissza az országba. Visszatérését követően az ország propaganda célokra használta a fiatal lányt, Velevezették fél az ország lakosságát, neki kellett meggyőzni az embereket arról, hogy milyen borzalmas az élet délen. Lim azt is bizonygatta, hogy hazatérését követően jól bántak vele. Ezzel kívánták meggyőzni a menekülteket, hogy nyugodtan hazatérhetnek, mert biztonságban lesznek, nem kell büntetésektől, kivégzésektől tartaniuk. A valóság ezzel szemben az, hogy a menekülteket gyakorlatilag kivétel nélkül kivégzik. Így elég ijesztő belegondolni, hogy hányan hihették el a Limmel elmondatott hazugságokat, és tértek vissza önként, ezzel megpecsételve saját sorsukat. Lim összesen három észak-koreai propaganda videóban szerepelt. Ezen videók alapján egyértelműen látszik egészségének hanyatlása: gyengének, megtörtnek és betegnek tűnik. A harmadik és egyben utolsó videót követően pedig senki nem hallott róla többé. Így a legtöbben azt gondolják, hogy csak propaganda célokból tartották életben. És hogy ezen célok teljesítése után mit csináltak vele, arról mindenki csak találgathat. Mennyi kínzáson eshetett át? Milyen kegyetlen módon végeztek vele? Sajnos egyik kérdésre sem tudjuk biztosan a választ. De figyelembe véve, hogy mennyi borzalmas kegyetlenséget osztott meg észak elég valószínű, hogy a legbrutálisabb kínzásoknak vetették alá. Lim története igazán szomorú és tragikus, de sajnos nem egyedüli. Az elmúlt években derült fény arra, hogy Észak-Koreának van egy titkos egysége, amelynek az a feladata, hogy a délre menekülőket elrabolja és visszajutassa az országba. Külön érdekesség, hogy Lim eltűnése előtt egy hónappal Kim Jong-un felszólította a titkos egységet, hogy fokozzák az erőfeszítéseiket, így jó eséllyel Lim lehetett az első célpont, hogy így tegyék boldoggá a vezérüket. A mai napig tűnnek el nyom nélkül Észak-Koreai menekültek, legtöbbjükről sosem hallani többet. Szóval, hiába sikerül maguk mögött hagyni az embertelen diktatúrát, valójában sosem érezhetik magukat biztonságban. Lim Ji Huan élete tele volt fájdalommal és szenvedéssel, de büszkén és bátran állt ki az elnyomó és embertelen rezsimmel szemben. Mindenkinek példaként szolgálhatott bátorsága, amivel leleplezte a kegyetlen diktatúra módszereit és ugyan nem tudjuk pontosan, mi történt vele, de az szinte biztos, hogy élete fiatalon, tragikus véget ért. Ha érdekesnek találtad ezt a videót, akkor nézd bele a Youtube legsötétebb videóiról szólóba is, szerintem az is tetszeni fog. Kérlek segíts nekem egy feliratkozással is, mert hamarosan elérhetem az ezer feliratkozót, ami egy hatalmas mérföldkő lenne. Előre is köszi a segítségeteket.